Szenzációs évzárás után szenzációs rajt. Köszöntöm Önöket az év első Rögte magazinjában. A 2018-as teniszbálon nem csak tavalyi, hanem idei sikereknek is örülhettünk. Elég csak a héten befejeződő ausztrál teniszbajnokságra gondolnunk. De ne szaladjunk ennyire előre. Ott volt a helye az év sportolója választáson a férfi tenisz Davis kupa válogatottunknak, hiszen 22 esztendő után ismét a világ legjobb csapatai között szerepelhetnek. A válogatott egy része győztesként léphetett január 11-én a Nemzeti Színház színpadára. Az év csapata egyéni sportágakban Tennis Davis kupa válogatott. A Magyar Sportújságírók Szövetsége által szervezett M4 Sport az év sportolója gálán 2017-ben az egyéni sportágakban a Tennis Davis kupa válogatott lett az év csapata. A második helyen a férfi 4x100-as gyorsúszóváltó, a harmadikon pedig a női kajak 4-es végzett. Erre az egyedülálló sikerre nem sokan számítottak. Nagyon ritkán van a férfi teniszsportban a Davis kupa csapatnak egy ilyen eredménye, illetve egy olyan sportágban, amitől, ahol ez nem megszokott. Ugye az úszásban rengeteg érmet szerzünk, olimpiai bajnoki címet, és kajakkenuban is, viszont a tenisz az egy, hogy mondjam, új sportág ebből a szempontból a csapatok mezőnyében, itt a gálán, és szerintem amiatt szavaztak ránk, illetve hát akik látták a mérkőzéseket az újságírók közül, ők valószínűleg hogy elismerték azt, hogy tényleg fantasztikus küzdelemben esélytelenül tudtunk nyerni, és ez dönthetett a mi javunkra. Amikor megérkeztünk, akkor itt csiripeltek már a madarak egyet, már szóval már akkor kezdtünk kicsit készülni, de azért, amíg nem mondták ki, hogy mi nyertük, addig nem annyira álltam készen, aztán miközben felmentünk a színpadra, ott improvizáltunk, remélem, hogy jó beszédet mondtunk. Csapatként olyan erőt és olyan lelkesedést mutattak, ami szerintem kiemelkedett a mezőnyből. A legjobb női sportolónak járó díjat a 9-szeres Grand Slam győztes Szeles Mónika adta át. Babos Tímeát a legjobb háromba sorolták a sportújságírók, ám a győztesnek járó díjat Hosszú Katinka vehette át a legendától. Hát egy fantasztikus este volt, és gondolom, hogy itt bírjak lenni a többi magyar világíró sportolók közt. Hát ez egy óriási élmény is, hogy megismerjem Katinkát, akinek kísértem a karrierját Amerikából élve. Gondolom, én nekem az fantasztikus élmény volt. Óriási dolog, és hogy a Davis Cup team megnyerte, úgyhogy az is. Én szerintem Magyarországon a tenisz momentum nagyon előre megy. Ugye Tíme, amikor megnyerte a budapesti tornát tavaly, egy fantasztikus momentumot kezdett, most van ATP torna is, tehát csak így előre kell mennünk, és remélhetően még jobban fogunk játszani a világszinten. Én is emlékszek sok-sok évvel ezelőtt, mikor én is sportolója voltam az évnek, még ilyen fantasztikus dolgok, amik a sportújságírók szavaznak, akik kísérik egész évben az eredményeket, és tudják, hogy mi történik, tehát amikor választanak, tudod, hogy egy profi választás, és hogy legyen egy ilyen este, mint ami a produkciója valóban fantasztikus volt, gondolom egy csoda este volt. Két évvel ezelőtt a Magyar Sport Teniszsport napján is itt volt, és a kapcsolatunk élő vele. Én azt gondolom, hogy az ő személyisége, az ő közvetlen stílusa az mindenkit magával ragad. Ma a miniszterelnök is fogadta Mónikát és Szabó Katit is, és úgy zárta a beszélgetést, hogyha bármikor Budapesten járnak, akkor nagyon szívesen látja őket akár egy kis beszélgetésre, akár hosszabb találkozásra. Én azt gondolom, hogy ez a sportág nagyon komoly elismerése, amit nem csak a nézők, nem csak a szurkolók, hanem most már a sportújságírók is el tudtak ismerni és el tudtak fogadni, úgyhogy én köszönöm szépen nekik. A győztes csapat szövetségi kapitánya Köves Gábor természetesen már az előttünk álló feladatra is koncentrál. You know, you never get away.
Elég gyorsan közös nevezőre jutottunk a mérkőzések alatt, és azt hiszem, hogy elég sokat tudtam nekik segíteni abban, hogy higgadtan jó játékkal a legtöbbet kihozzák magukból. Persze ugye soha nem lehet tudni, hogy ez mire elég egy mérkőzés, vagy mire lesz elég, hiszen a másik oldalon ugyanúgy van egy kapitány, van egy jó játékos, és azt hiszem, hogy szerencsénk volt abból a szempontból, hogy szinte a maximumot kihozták magukból, mint Balázs Attila, mint Fucsovics Marci, szinte az összes mérkőzésen, és hát az ellenfél vagy nem tudta, vagy ez elég volt ahhoz, hogy ez is ugye győzelemet eredményezzen mind a szlovákok, mind az oroszok ellen. Teljesen mindegy, hogy kit adnak mellém, én annak a játékosnak meg tudom mondani, hogy az ellenfele ellen mivel lehet a legjobb esélye a győzelemre. És ez a legfontosabb. Higgyél abban, amit te mondasz, lehetőleg jól is csináld, és a játékos átvegye, és higgyen abban, amit hall. Persze, hogy nehéz az esélyesebbek ellen játszani, de ugyanolyan nehéz úgy játszani, hogy te vagy az esélyes, de nem sokkal, és meg kell nyerni ezt a meccset. Ez majdnem ugyan nehéz. Hogyha én megteszem azt, hogy a tudásom legjavát nyújtom, a játékosom is kihozza magából a tudása legjavát, és úgy játszunk egy mérkőzést esélyesebbek ellen, akkor ennél többet sem tőlem nem lehet kérni, hogy ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk. Az előző két meccsen az volt a fantasztikus, hogy ez jobb játék, papíron jobb játékosok ellen 4-ből 3 mérkőzésen mind a két alkalommal elég volt. Marci azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól fölkészült erre a szezonra, játékban nagyon jó, és én azt hiszem, hogy ő föl tudja venni a versenyt szinte bárkivel. Balázs Attila sérült volt az év végén, problémája volt most a rehabilitáció az utolsó fázisában van, ezt lekopogom, remélhetőleg versenyezni tud majd legalább 1-2 hetet a Davis Kupa előtt, és ő is formába tud valamilyen szinten lendülni. Nagyon jó formában van Goffin, végig jól teniszezett az előző év végén, sőt az évnek az elején is. Eddig, amit láttam tőle, az tényleg szenzációs volt. A Davis Kupa döntőben is 2 egyénit nyert idegenben, 2 nagyon jó játékos ellen, úgyhogy szettet sem veszített. Tehát a realitás az, hogy ő nagy favorit az első napon, mindenképpen, hogyha játszik ellenünk. Tudomásom szerint Darcy nem fog játszani ellenünk, viszont van egy Bemelmans, aki nagyon kellemetlen kemény pályán, ugye a balkezes szerváiból, ő is 100. helyen van, tehát ő is egy nehéz ellenfél lehet, viszont ha nem csal az emlékezetem, akkor Marciót megverte már 2-szer is. Tehát az első nap jó lenne azért az egyik egyénit megnyerni, mert akkor lehet valami esélyünk, hogy a mérkőzést is megnyerjük. Tehát 1-1-jel fordulnánk, az szuper lenne, persze, hogyha mondjuk Goffin esetleg nem játszik, akkor benne lehet akár több is, de egy Goffin-nel felálló Belgium az nagyon erős, és hát igazából örülnék, hogyha 1-1-jel fordulnánk. Erőt kell abból meríteni, hogy ha már ideig eljutottunk, akkor mindent meg kell próbálni. A millió adott, az, hogy felszabadultan kell játszani, talán az is. Nem lehet úgy oda menni, hogy figyelj, most akkor a tisztes helytállása a cél, és akkor most már ideig eljutottunk, és ez nagyon szép, nagyon jó. Meg kell próbálni, hogy mit hoz a sors, mit hoz az ellenfél játéka, ezt nem lehet tudni előre, és meg kell próbálni, és hinni kell benne, hogy sikerül. Szenzációs, fantasztikus, hihetetlen. Ezek a jelzők hagyhatták el a sport, illetve a tenisz kedvelők száját Fucsovics Márton teljesítményét látva. A 25 esztendős fiatalember 8. döntőbe jutott az év első tenisz Grand Slam tornáján, ezzel beírta magát abba a bizonyos nagykönyvbe, de természetesen a többiekről sem feledkezünk el. Magyar tenisz szempontjából kiválóan kezdődött a 2018-as szezon. Az év első Grand Slam tornáján ugyanis egyedülálló magyar sikereknek lehettünk szemtanúi. Miután az Új-Kaledóniában rendezett Challenger tornán pályafutása során először győzött le top 100-as riválist, a Junior Australian Open győztes Piros Zsombor ezúttal a felnőttek között 5 mérkőzéslabdát is hárítva jutott túl a selejtező első körén.
Zsombi után a legjobb magyar teniszezőnő Babos Tímea is komoly győzelemmel mutatkozott be, a 10. helyen kiemelt amerikai Coco van der Weegét búcsúztatta az első fordulóban. Párosban Krisztina Mladenovic oldalán pedig még mindig menetel. De az igazi meglepetés csak ezután következett. Fucsovics Márton az Australian Open férfi egyes küzdelmeinek első fordulójában 3 óra 16 perc alatt verte a világranglista 87. helyén álló moldáv Radu Albotot. Első Grand Slam főtáblás győzelme után pedig következett a második. A világranglista 13. Sam Querrey-t óriási bravúrral 6-4-7-6-4-6-6-2 arányban győzte le. A legjobb 32 között aztán az a Nicolas Kicker következett, akit idén az indiai Pune-ban már legyőzött. Marci ezúttal is kevesebb, mint 2 óra alatt 6-3-6-3-6-2-re nyert, és bejutott a 8. döntőbe. Ahol valóra vált az álom, a világranglista második helyezett svájci legenda Roger Federer ellen lépett pályára. Marci elképesztő tenisszel az első két játszmában abszolút méltó partnere volt a világ egyik legjobb játékosának. A 15 000-es közönség többször felállva ünnepelte Fucsovicsot. A 19-szeres Grand Slam győztes Federer ellen azonban nem volt ellenszer. A svájci klasszis 3 szetben győzött, és jutott a legjobb 8 közé. A szombati teniszbálon és mindenki a sikerekről beszélt, két korty, két falat, vagy éppen két tánc között. Alapvetően azt találtuk ki az idei teniszbára, hogy az előző kettő óriási siker volt önmagában. Valami plusz szeretünk volna kitalálni, és miért nem csináljuk Gatsby stílusba. Korhűen próbáltunk megoldani az egész helyzetet. Saját újságot nyomtattunk, műsor van fölépítve, cipőt lehet kucoltatni, fényképet lehet készíteni. A tavalyi bálban úgy voltunk itt, hogy azt figyeltük, hogy a Piros Zsomi, aki most itt van, az hogy tudja megnyerni az Australian Open junior versenyét. Életem egy növeletmi lett volna, hogyha nem vagyok itt, de hát azért nem szabad tehetetlenek lenni. Úgy érzem, hogy jól sikerült ez a két-három hetes túrám. Ha valaki a versenyt azt mondta, hogy így fog sikerülni, minden gond nélkül aláírtam volna. Most pedig arra figyeltünk, a mai hajnalban nekem is még azért táskásak a szemeim, hogy a Marci hogyan tud bejutni a 4. fordulóba, és azt néztük, hogy hogyan tud egy olyan ellenféllel játszani, mint Roger Federer. Ez a meccs eredmény, ez már egy olyan érzés, hogy második héten két magyarnak szorítottunk egy Grand Slamen, hogy a Timi párosban, meg vegyes párosban még játékban van, Marci pedig egyéniben, tehát én nem tudom, hogy mi jön idén még, de az előbb viccesen beszéltük, hogy már most fölvehetnénk az évvégi beszédet. Azt nem tudom, hogy minden idők legjobb éve lesz-e, de hogy már most elegendő eredményünk van ahhoz, hogy évvégén én nyugodt szívvel álljak mindenki elé, az biztos.
Az U16-os és U18-as korosztály játékosai a fedett pályás országos bajnoksággal nyitották a 2018-as szezont. A felújított Budai Teniszcentrum adott otthont az U16-os tenisz magyar bajnokságnak. A lányoknál nagy meglepetésre nem került döntőbe az első két kiemelt. A fináléban az MTK balkezes, rendkívül agresszív tenyereseket ütő játékosa Szabani Natália 7-5-6-1-re győzött a debreceni Matkó Réka ellen, akinek döntőbe jutása igencsak váratlan volt. Az újdonsült magyar bajnok is nehezen találta az ellenszert ellene. Elég nehéz volt ellene játszani, mert nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Nagyon nehéz volt. Az elsőben kicsit izgultam, másodikban már sikerült ellazulnom. Inkább agresszívan szoktam teniszezni. Nagyon jó hét volt számomra, eredményes. Nagyon meglepődtem igazából, hogy bejutottam a döntőbe, de nagyon örülök persze természetesen. A hatodik kiemelt voltam, és nem hittem volna, hogy eljutok ideig, de nagyon-nagyon örülök. Tenyeresemet próbáltam kihasználni, tehát hogy azzal tudjak támadni. A második szetre elfáradtam nagyon. 4 éves korom óta teniszezem, és eddig nem volt túl sok edzésem, de most valószínű, hogy fel tudok majd jönni Pestre edzeni. A fiúknál a Matchpoint TC balkezes játékosa Velcz Zsombor 6-2-6-3-ra győzött a teniszműhely színeit erősítő Kalocsai Péter ellen, aki az elődöntőben első helyen kiemelt fajta Pétert verte. Az idei OB legnagyobb meglepetését Kalocsai Péter játéka jelentette, Selmeci Petra tanítványa még csak 15. évét tapossa, pár éve még kézilabdázott, és a mostani játékával tartalékként bekerült a februárban EB-selejtezőt játszó U16-os válogatottba. Velcz Zsombor pedig mostani magyar bajnoki címével még biztosabbá tette helyét a legjobbak között. Próbáltam mindkét szett elején nagyon elmenni, hogy tegyek rá a nyomást, és minél könnyebben tudjam fejezni a szettnek a végét. Nagyon szeretek pörgetni is, de ütni is nagyon szeretem a labdát. Igazából én úgy képzelem el a játékomat majd, hogy pörgetek, aztán belépek a pályára, és befejezem a pontot. Az is nagyon sokat számít, hogy balkezes vagyok, és igazából mikor 12 éves voltam, akkor korosztályban nem voltam ilyen jó, nem ért be annyira a fejem rágya, de most már sikerült. Általában próbálok támadni, és minél többet a hálóhoz menni, és irányítani. Sokszor sikerült támadni és a hálóhoz menni, de sokszor védekezésre kényszerültem, mert az ellenfelem támadott. Azért jól éreztem magam, és az is szép szó, hogy eddig eljutottam egy évvel fiatalabbként. Veszprémbe lakom, és ott a kézilabda nagyon, nagyon elő van. Jó a felnőtt csapat, és jó az utánpótlás is. Éles József volt az edzőm. Döntenem kellett, mert sok volt a kettő együtt. Sok verseny volt, naponta 5-6 óra edzés, és teniszt választottam. Az U16-os mezőnyben a lányok Hollandiában, a fiúk pedig Budapesten kísérlik meg csapatban a kontinens viadal döntőjébe jutást a februári Winterkupán. Nagyszerű összecsapást hoztak az U18-as korosztály döntői. A fiúknál a még csak 17 éves narancsszínű mezben játszó Deli Mihály igencsak felborította a papírformát döntőbe jutásával, és nagyon kevés hiányzott az újabb bravúrhoz a kékmezes Kín Dániel ellen. A rendkívül látványos, hosszú, kemény labdameneteket hozó összecsapáson végül a tiebreakben 10-7-re győzött az MTK teniszezője. A két fiatal nagyszerű meccset játszott. Kemény volt, jól játszott a Dani nagyon. Fel kellett vennem vele a versenyt, de szerintem sikerült, meg jó meccset tudtam játszani. Az első szetben kicsit még bele kellett jönnöm a játékba, de második szetre már egy jó meccs alakult ki, és a meccstáblék egy kicsi múlt nagyon. Fejben jó vagyok, és nagyon jól ki tudom számítani, hova jön a labda, és soha nem adom fel a meccset. Ahhoz képest, hogy egy évvel fiatalabb, nagyon jó meccset játszottunk szerintem. Egyre jobbak kezd lenni szerintem a szervám, és hát ugye tenyeresből szoktam irányítani, alapvetően egy támadó játékot szeretek játszani. Mindig egy nagy megtiszteltetés a magyar bajnoknak lenni. A
A lányoknál papírforma eredmény született, miután a döntőt az első két kiemelt Zádori Réka és Földe Kata játszotta. Az jól látszott, hogy az utánpótlás válogatott mindkét játékosa jól ismeri egymást. Az agresszív, főleg tenyeresekre épülő játékukban a sérülése ellenére a befejezés pontosabban sikerült Rékának, aki immár hetedik magyar bajnoki aranyát szerezte. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem. Nagyon nehéz volt ez a meccs, ugyanis több helyen sérült voltam, és nagyon örülök, hogy így is sikerült megnyernem. Szeretem volna jól szerválni, és ezáltal irányítani a játékot. 10 éves koromban kezdtem teniszezni, apukámmal lementem kipróbálni ezt a sportot, és nagyon tetszett nekem, előtte pedig úszó voltam. Kanyarodjunk egy picit vissza a 2017-es esztendőhöz. Karácsony előtt néhány nappal Fucsovics Márton valakinek egy életre szóló élményt szerzett. Tisztelt Teniszszövetség! Engedjék meg nekem, hogy egy kicsit bemutatkozzak önöknek, és egyben egy hatalmas szívességet is szeretnék kérni. A 31 éves látássérült Szűcs Tibor nem mindennapi meglepetést talált ki felesége 26. születésnapjára. Renáta ugyanis élhal a teniszért, és bár egyetemi évei alatt megtanulta a sportág alapjait, a család anyagi helyzete miatt azóta nem volt lehetősége megfelelő körülmények között játszani. Egészen mostanáig. Miután kismama lett és megszületett a kisfiunk, nem fogott teniszütőt a kezébe, ezért szeretem volna, hogyha megint megérezni ezt a sport közeget, ezt az ízt. Szeretettel köszöntünk téged itt a Nemzeti Edzés Központba. A férjed készült neked egy meglepetéssel. Jó, azért vagyunk itt. Komolyan? Úgyhogy igen, születésnapod alkalmából. Jó, úgyhogy nézzük meg, hogy mi ez a meglepetés. Jó, írtatunk egy levelet, és mi azt megpróbáltuk neked teljesíteni. Az igazi meglepetés azonban csak ezután következett. Sziasztok! Mutassam be neked Fucsovics Marci, akit hoz veled teniszezni egy picit. Szia, Fucsovics Márton. Szia. Szia, Fucsovics Tibor. Jó, szóval hallottuk, hogy régebben teniszeztél, és hogy ez most így kimaradt az életedből, és akkor Marcit hívtuk segítségül. Örült, nagyon örült neki. Kifejezetten szerintem meglepődött azon, hogy Fucsovics Marci van itt, és nem mondjuk egy gyengébb teniszező, nem lecsülve őt. Szerintem ez most nagyon jól sikerült. Hoztam neked ruhát meg cipőt. Nem mondod. Fucsovics Márton személyében Reni az ország legjobb férfi teniszezőjével játszhatott, de szigorúan csak a bemelegítés után. 10 kör futás. Fussunk, gyere, fussunk 2 kört. Idősebb vagy, mint én. 2 hónappal. Még egy kicsit a várléd, így megtámasztod a hálót, és felhagyhatjuk. Jó, csuklód. Kezdjük kicsibe először. Nagyon jó, megy ez. Ez az. Szép lazán ide. Már várd a labdát, és akkor is hamarabb ült. Már hátul. Még egy jön, nem baj. Blood on my knuckles, I'm in love with a struggle. No, I can do this. Tenyeres már nagyon megy. Szibi azt mondta, hogy hát így felhívták, mert ugye ő régen úszott, felhívták, hogy valami interjút akarnak vele csinálni, és hogy erre kísérem, és mondom, igen, persze, és akkor, amikor ideértünk, akkor mondták, hogy egyébként ez a kedves párom meglepetése. Nem is gondoltam volna. Jó érzés, hogy így örülsz. Igen. Én is nagyon örülök. Gyönyörű. Gyönyörű.
részed valahol? Nem, nagyon örülök, hogy most hogy ebben is lett részem. Nagyon örülök, hogy Reni így örült ennek a találkozásnak. Természetesen a születésnapi torta és az ajándék sem maradhatott el. Jaj, nagyon-nagyon boldog vagyok. Ez talán életem legszebb születésnapi ajándéka. Nagyon-nagyon boldog vagyok én. Eszembe se jutott, hogy ilyen meglepetés készül. Davis Kupa világcsoport első forduló Belgiumban, ATP Challenger és WTA torna Budapesten. Ezekkel várjuk Önöket többek között februárban a következő Röpte magazinban. Addig is teniszezzenek sokat, viszontlátásra!